Tehát Gurney ellenfele majd ennek a mérkőzésnek a győztese lesz a harmadik fordulóban. És ebből a párosításból Damon Hetának kellett az első fordulóban játszania, méghozzá José de Sousa-t verte 3-0 arányban egy 93,8-es átlaggal. Na viszont Glenn Darren abba a kategóriába tartozik, akit akár még a végső győzelemre is esélyesnek tartanak. Hát nem sok olyan játékos van a PDC történetében, aki átruccanva a BDO-ból kiemeltként vág neki az első világbajnokságának. Ugye Raymond van Barneveld volt, aki ebbe a kategóriába tartozott, hiszen ő rögtön az első VB, nemhogy kiemeltként, így a 32. kiemeltként ment be a VB-be, és nem tudom, hogy mennyire tudják, vagy emlékeznek rá a kedves nézők, de azon a világbajnokságon óriási mázlia volt úgymond a nagyvilágnak, hogy Colin Lloyd szana széjjel utazta magát, és ezért ő volt a világranglista elsője, nem pedig Phil Taylor. Így aztán a 32. kiemelttel csak a döntőben találkozhatott Taylor, így jött létre az álomdöntő, amiben aztán Barney nyert, mert minden egyéb esetben a legjobb 32 között már összeakadtak volna. Szóval Glenn Durant beverekedte magát, nem csak olyan kiemeltek közé, hanem azért 27. helyen állt a VB előtt a világranglistán. És való igaz, ő az a kategóriája a dartsnak, egy kicsit egyébként hasonlítanám Barneyhoz, mert ő egy nagyon nagy legenda lett a BDO-n belül, és aztán már több éve szó volt arról, hogy át kéne jönnie a PDC-hez, és aztán hosszasabb vívódás után, több éves elutasítgatás után, végül most 2019-ben a BDO világbajnokság után döntött úgy, hogy mindenféleképpen át fog ruccanni ide a PDC mezőnyébe. Ráment ugye a Pro Tour kártyára, és akkor innentől kezdve már a többi történelem, hiszen azt tudtuk, hogy ő egy nagyon-nagyon jó játékos, de nyilván önmagának is, meg a szurkolóinak is voltak kétségei, hogy hogy fogja tudni majd fölvenni itt a ritmust, de bizonyította a klasszisát azzal, hogy azért nagyon-nagyon sok tornán rendkívül jól szerepelt Glenn Durant, és hát én a magam részéről belesoroltam abba a 10-15 játékosba, amikor arról kérdezett valaki, hogy kik nyerhetik meg a világbajnokságot, hogy bizony ő is az a kategória, aki képes egy ilyen tornát megnyerni. A World Match Play-en elődöntőt játszott, a Grand Slam of Darts-on elődöntőt játszott, a World Grand Prix-n elődöntőt játszott, tehát azért nagyon sok tornán elment a legjobb négyig. Voltak győzelmei Players Championship fordulón, Wiganben, Barnsley-ban, úgyhogy van bőven eredménye Glenn Durantnek, és hát nem véletlenül van ott, ahol van. És természetesen, mivel ugye idén jött át, ezért ez az első világbajnoksága. Ő elmondta, hogy azért egy nagy álma teljesült azzal, hogy sikerült ide bejutnia, és korábban csak megcsodált dárcos szentében most már ő is nem csak hogy odaállhatott a színpadra, hanem egységesként került be ide a versenyre. És dupla 20-ra következik most Darren. Hátsó pályán. És bedobja elsőre. És rögtön egy break az elején. Így van, Damon Hetát meg ugye a World Series sorozatból ismerhetjük torna győzelemmel, és nagyon jó szerepléssel tudott kirukkolni itt a profik mezőnyében. Ugye ő túlnyomó részt az ausztrál és az új-zélandi versenyeiken vesz részt. A Brisbane Darts Mastert sikerült megnyernie, úgyhogy ez mindenféleképpen egy jó eredmény. És hát az első körben azonnal kiütötte az én kis favoritomat. Én nagyon vártam José de Sousa szereplését ezen a világbajnokságon. Én titkon azt gondoltam, hogy egy pár kört fog menni, mert amiket idén játszott néhány tornán, az egészen
szemed gyönyörködtető volt, de hát most ezen a világbajnokságon valahogy nem úgy sikerült neki. Egy 137-es a 41 után. Tűnik, Heta a nagy dolgokat későbbre tartogatja. Csak nehogy túl későre tegye félre. Na, most elindult, és nem a lejtőn, hanem fölfelé, az emelkedőn. Kilencvenhárom. Nem jön tripla lent, és nem sikerült túl jól ez a kör. Húha, egymás után két tripla egy. Hát 25 ezzel érthető módon nem elégedett Darren. Most befoghatja Heta akár. Megvan a tripla 20. Kilencvenkilenc. Hangulat az rendben van szokás szerint. Az esti mérkőzésekkel nincs gond hangulatilag sosem. Az biztos. 109 maradt Darrennek. Heta nincs kiszállón. Itt már lehet, hogy azok is összebarátkoztak, akik amúgy a délutáni programban még egymás vérét szívták a lelátóról is, meg ezért volt egy kis balhé délután az első, második meccs környékén. Darrennek kell a 19-esen a tripla, nem nincs jön, meg. Így nincs kiszálló. Az viszont már gyönyörű, marad a 16 pont, 124 Hetának. A maradék. Kell az 54. Nem találja nincs el, így már nincs dupla lehetőség. Lerakja magát, de kicsit késő jött a tripla. Három nyíl a 2-0-hoz. Négyes. Hiba itt találja is, kettes. Nem találja a kiszállót, igen. És bedobja. Vezet 2-0-ra. No fene. Darrentől azért ilyet ritkán lát az ember. Igen, ez a higgadt. Igen, ő nem típus. Szokott ennyire érzelem, ekkora érzelem kitörésekkel behúzni legeket. Na, ez tetszik ez a tűz benne. 180! Te gyönyörűen egy helyre elejezve a három nyilat. Milyen válasz jön? Százas válasz. De milyen folytatás jön Hetától? Nem olyan, amit szerettünk volna. Hát nem. Legyint is rá Heta. 180 után egy ilyen kör. Milyen Darrentnél sem a tripla. Figyelnie kell a kerekítésre. Ajjaj, egyes. Az jó. 81. Hát ez nem kiszálló így. És jön a tripla, de ez még 180-nal se lett volna egyébként. Ez csak itt 80-as. Megvan a tripla 20. Jön egy újabb tripla 20.
És a boly, de szép, amikor nem kellene. Hát ilyen nincs. Látod? Kár, hogy nem volt 11 ponttal kevesebbje, igaz? Tipikusan az az eset, amikor 61-nél nagyon nem kéne az 50, de azért csak bejön. 180! Meg még ez is. És most még ki tudja, hogy mit variál ezzel a 11-jel. Megdobta a szám. Igen, ám ott hát a dupla 3. Tessék. Megcsinált egy... Most egy jó dupla egy. Big fish-t. Nem, az nem jön. És nem is dobja meg. Nem tudja megdobni a duplát. Tehát ez hihetetlen. Most nőhet meg a Glenn Durant által dobott 180-nak az értéke. Mondjuk egy kiszállóval. 16 vagy tripla 16. És a Bull. A szettért hátsó pályáról. Az egy ötös. Nagyon mellé. Ha hirtelen halára kerülne sor, azért ennél jobbat kellene dobni, hogy ő kezdje a leget. Előbb legyen 2-0 valakinek, hogy elkezdjünk beszélgetni hirtelen haláról, légy szíves, mert ne tegyünk ilyen elhamarkodott kijelentéseket. Az előbb teljesen csalódott voltam, hogy Görnynek ilyen sima volt a meccs. 2-0 vezetett, és semmi izgalom utána. És bedobja, Durant. És ezzel 1-0-ra vezet Glenn Durant. Az első szett után.